Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Háttér, és köszöntöm a stúdió vendégét, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatóját, Fodor Gábort. Köszöntöm még egyszer igazgatót, és köszönöm szépen, hogy eljött. Jó estét kívánok! Hát április közepetáján kezdtünk visszatérni a normál kerékvágásba, ha szabad így fogalmazni, a koronavírus járvány tekintetében. Hogyan sikerült ez? Mert eleve az átállás abba, amiben, aztán vissza, szóval ez nem volt egyszerű. Ez egy nagyon nehéz tanév volt. Úgy is mondta, hogy Covid éve volt ez a tanév. Tulajdonképpen két különböző fázisban mentek digitális oktatásra a diákok. A középiskolások már novemberben otthon kellett, hogy maradjanak, és csak április közepén tértek vissza. Általánosiskolások márciusban és áprilisban jöttek vissza. Mindenkit megviselt ez. Leginkább a diákokat, tanárokat, de a szülőket is. Egyrészt ugye olyan helyzetbe kerültek, amelyet nem tudtak első körben feldolgozni, hiszen nem csak szervezési kérdés egy pandémia idején való digitális oktatás való részvétel, nem csak technikai kérdés, hanem bizony olyan terhei is vannak ennek, amire senki nem gondolt előtte, ez pedig a kapcsolatok hiánya. Tehát nem találkoztak egymással, tanár a diákkal. Ha volt a gyerekben elszánás, akkor jobban tudott tanulni, ha nem, akkor azért kevésbé. Nyilván egy közösség megtartja, az a távolság pedig nem tartja meg a diákokat. Tehát, hogy nagyon sok és átgondolandó következménye lehet majd ennek az időszaknak. Azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy az iskoláink és a pedagógusaink jól vizsgáztak. Tehát mind a szabályok betartásában, amikor volt oktatás, mind a visszatérés utáni újraszervezésben nagyon, hogy mondjam, topon voltak a tanárok, és innen is szeretném megköszönni nekik is, a diákoknak és a szülőknek is az együttműködését, mert nélkülük ez nem alakult volna olyan gördülékenyen, ahogy végül is megtörtént. És sajnos már az előző tanév végén némi rutint ez ügyben kénytelenek voltunk, vagy voltak önök is szerezni, és hát ezt a tanévet hol így, hol úgy, de végig kísérte ez a helyzet. Még amit itt most felvetett, én arra kérem, hogy egy kicsit még elemezze mindenkinek a szemszögéből, diákokra már utalt. Hát kezdjük azzal, hogy a diákok egy részének mondjuk nem volt ballagása, vagy később volt ballagása, hogy elmaradtak a szalagavató bálok, elmaradtak az osztálykirándulások, elmaradtak azok a klasszikus iskolához köthető közösségi élmények, amelyek meghatározzák a gyerekek későbbi életét. A tanároknak elmaradtak azok a kapcsolatai, amik alapján a gyerekeket ők tanítják. És a szülők pedig sokszor otthon kellett, hogy maradjanak a diákjaik mellett, támogatni őket a tanulásban. Ez szülők alsó tagozatban volt nagyon nehéz, ahol tanítónéni helyett tanítónének kellett lennie. Saját tapasztalatot tudom a másodikos kislányom mellett az írás-olvasás szózó táblát. Ketten tanítottuk meg ebben a néhány hónapban természetesen a kislányunknak, hiszen a online oktatás számukra nem annyira hatékony, mint mondjuk középiskolában. És az meg kimutatható dolog, hogy a post-covid szindróma az nem csak fizikális terhelést jelent, tehát a tüdővel kapcsolatban vagy a vérnyomással kapcsolatban jelentkeznek tünetek, hanem lélektani hatása is van. És én komolyan ilyenkor előszoktam venni a másik sapkámat, mentálhigiénész szakember a másik végzettségem, hogy komolyan gondolkozunk és foglalkozunk azzal a tankerület vezetősége, hogy foglalkozunk a pedagógusok, illetve a diákok lelki egészségével. Ez nem csak most egy lúzunk így a tanév végén a pedagógusokat munkáját megköszönendő, hanem konkrét terv is. Itt három dologra készülünk. Egyrészt a tankerület akkreditál képzéseket. Ugye a pedagógusok számára ezek a 30 órás képzések kötelező kür, 7 évenként 120 órát kell elvégezniük, és a tankerület, mint akreditáló intézmény, olcsóbban és a saját képére tudja formálni ezeket a képzéseket. Konkrétan már vannak az autizmus spektrum zavarral foglalkozó tanárok számára képzésünk, van vezetőképzésünk, és most lesz nyáron akreditálunk olyan képzéseket, amely a kiégés megelőzésében segíti a pedagógusokat, ami a Covid okozta következmények, szorongások feldolgozásában támogatja. Sőt, ugye együttműködünk itt a televízióval, van az a média csoportunk, ami most újra fog majd éledni, ott pedig egy olyan filmes kurzust fogunk fogjuk fölkészíteni a tanárokat. A tanárok képesek lesznek a filmet, mint eszközt használni a nehéz sorsú gyerekek élethelyzetének a feldolgozására. Ez egy új újdonság lesz a tankerület profiljában.
És van egy országos program, amit itt szeretnék meghirdetni tulajdonképpen, hiszen ez május óta megy, csak a pandémia nem tudott nagy publicitást kapni. A Magyar Diáksport Szövetség és a Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi államtitkársága egy 300 milliós programot indított el. Ebből 150 millió az egészen konkrétan a köznevelési államtitkárság felügyelete alatt költődik el két nagy programra. Az egyik a mentálhigiénés alapismeretek pedagógusoknak, egy 30 órás akkreditált képzés, ami 20 éve már létező képzés, de még mindig nagyon nagy sikere van. Több mint 400 pedagógus végezheti ezt ingyen. Illetve a Van kihez fordulnod program, amit ebben a tévéstúdióban hirdettünk meg ezelőtt két évvel diákoknak. Híre ment, és a minisztérium ezt átvette vkf.hu honlappal, most már nem csak a diákoknak adunk támogató segítséget, a pedagógusoknak is. 32 főt képeztünk ki, ezek felkészült szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek, segítő szakemberek, akik az online segítésben is otthon vannak, és olyan honlapot építettünk föl, ez már működik, ahol a pedagógus, hogyha regisztrál, akkor 4 témakörben kérhet segítséget, iskolai agresszió, internetes agresszió, prevenció, illetve hát éppen a egyéb szorongások Covid okozta traumák feldolgozására van erre lehetőség. Beregisztrál a pedagógus, időpontot foglal és segítséget kap, akár videócset, akár chat, akár levél formájában a szakemberektől. Ez szerintem egy óriási dolog. A program szeptembertől fog teljes vertikumában nyitni az iskolák felé, de már most is ügyeletet tartanak a szakemberek, és elérhető ez a program mindenki számára. És magán a honlapon pedig egy több mint 300 szakirodalmat tartalmazó tudástár is elérhető a pedagógusok számára. Tehát megpróbálunk preventív jelleggel segíteni pedagógusoknak továbbképzések és internetes segítség támogatásával. Említette már a szülőket is. Kicsit még térjünk vissza rájuk. Hogyan álltak ők helyt? Ők is helyt álltak. Erősen, és nem voltak rá fölkészítve. Mert a pedagógus azért a digitális oktatásra fel volt valamelyes módon készítve, de a szülők arra, hogy otthon tanul a gyerek, és folyamatos otthon, nem csak egy hétvégén, nem csak egy hétig, hanem mondjuk fél évig, azért az egy komoly erőpróba a családoknál is. Például, hogy mondjuk két testvér van, és csak egy laptop. És mondjuk apuka is home office-a van, és akkor azt hogyan osztoznak meg egymással. Én azt gondolom, hogy le a kalappal a szülők előtt. Nem kaptunk olyan panaszokat, hogy ami miatt ők nehezteltek volna ránk, támogattak a gyermekeiket, illetve a gyerekek is felnőttek ehhez a feladathoz. Tehát én nekem nagyon pozitív visszatekintésem van erre a egyébként nagyon nehéz helyzetre, mert azt látom, hogy mindenkiben annak a megoldása dolgozott, hogy a gyereke érdekében tegyen és a gyerek érdekében segítséget nyújtson a gyereknek, pedagógusnak egyaránt. Azt mondom, hogy nyár, és azt mondom, hogy táborok, akkor ezt hogyan folytatná? Hát június első hetében még nem tudtuk, hogy lehetnek-e táborok, hogy lehet-e ott aludni, vagy ez ugyanaz lesz, mint tavaly, hogy volt néhány napközis tábor, és amikor fellebbent a fátyol, és kiderült, hogy lehet ott tavos táborokat tartani, az iskoláink igazgatói elkezdtek ezzel pályázni, és valami egészen hihetetlen eredményt értünk el, mert éppen idefelé évet kértem le a legutolsó adatokat, puskázok is. 1223 gyerek számára nyertek el Erzsébet táborban, szerintem nagyon sok napközis tábor, tehát nem ott alvós, hanem bejárós és délután hazamenős. De ugye ez egy nagyon kedvező konstrukció, 1000 forint egy hétre a gyerek számára, 4-szer étkezéssel, egész napos programmal, illetve 357 gyerek ott alvós táborra jelentkezett, ők pedig mennek Zánkára. Én, ha jól tudom, külön vonat megy Szolnokról egészen Zánkáig, tehát nem kell átszállni, egy Erzsébet vonatnak hívják. És itt a pedagógusoknak is szeretném megköszönni a vállalását, hiszen az ő lelkesítő szavai voltak azok, akik elvitték a gyereket ezekbe a táborokba. És hát úgy tűnik, hogy az időjárás is kegyes hozzánk, mert a Balaton vize most már nagyon meleg, úgyhogy elindultak ezek a táborok, és én nagyon hálás vagyok az iskoláknak azért, hogy ezt nagyon gyorsan lecsaptak ezekre a lehetőségekre, és amint lehetett a diákjaik számára lehetőséget biztosítottak, hogy kipihenjék ezt a nehéz évet. Én arra kérem, hogy végül beszéljen az őszről, így most június végén beszélhetünk már ilyenkor az őszről, a tervekről?
Ez az ősz, amit már április óta tervezek. Mert amikor elindult, láttuk már, hogy vissza fog térni az iskolába, akkor azt is látom, hogy mit vesztettünk el az előző tanévben. Tehát nem volt például szabad egyetem, nem volt ki mit tud, nem voltak előadások, konferenciák, nem voltak képzések. És hát most elindulunk ebbe az irányba. Nagyon remélem, hogy idén nem lesz ilyen akadály. Nekem az egy keserű pont mindig kinyitni azt a bizonyos pedagógus naptárt, amit minden pedagógus meg szokott kapni pedagógus napra. Beírtuk előre a szabad egyetem időpontját, amiből egy se valósult meg, legalábbis a tavalyi évben. Úgyhogy ősztől újraindul a szabad egyetem, újraindul a médiacsoport, kibővül a médiacsoport egy új iskolával, a gyulai iskolával, Abonyból. Elindul ez a filmes képzés. Lesz ki mit tud, már elkezdtük felkérni a zsűrit most, hiszen jövő februárban lesz, de már jó, hogyha most rá fognak érni. És ugyanúgy, ahogy a tavaly évben is volt, idén is kapunk pénzt hangszervásárlásra, tehát több mint 13 millió forintot kap a tankerület. Most már, ha összeadom ennek a 4 évnek a saját erejét, meg amit megkaptunk a kormányzattól, az akkor nagyjából egy olyan 180-200 millió forintot költöttünk eddig hangszerekre, mert azt gondolom, hogy jelentős összeg, nem volt még régebben ilyen. A művészetoktatásra nagyon komoly fókuszt helyezünk, és hát most zárultak le az elmúlt napokban az intézményátszervezési kérvények, amit az iskolák gyakorlatilag átformálják a saját képzésüket, új struktúra, új szakok indulnak el, új tematika lesz az iskolák életében. Ezekre is mind igent kaptunk a központból. És azt gondolom, hogy egy komoly, nagy lélegzetvétellel, komoly elszánással indulunk neki az őszi időszaknak, amelynek konkrétan majd nyilván a szokásos augusztusi-szeptemberi háttérben fogunk majd beszélni. Nagyon öröm számra, hogy mindig megvan ez a rendszeresség, hogy be tudok számolni arról, hogy mindent csinálunk, mert nagyon fontos, hogy a hallgatók, nézők is ezt lássák, hogy milyen komoly munka folyik az iskolákban, a tankerületben egyaránt. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt, amennyire ideje idejük engedi pihenjenek, jó pihenést, és aztán jó munkát. Én pedig szeretnék a pedagógusoknak, a pedagógus segítőknek, tankerületi dolgozóknak is békés, pihentető nyarat és jó egészséget kívánni, hogy ne legyen baj most már a vírussal. Köszönjük szépen, még egyszer, hogy nálunk járt. Én is köszönöm. Kedves nézők, folytatjuk a műsorunkat, továbbra is háttér.